van egy tartalmi része ennek a karácsonynak, és az kicsit elvonatkozik a személyes életemtől, életünktől, ettől a kortól, történelmi kortól, amiben most élünk, és számomra egy nagy történelmi utazást is jelent maga a karácsony, és ennek a tartalmi részének az az első számú pontja, hogy teljes valósággal hiszem azt, illetve hisszük azt, hogy a világmindenség teremtés által jött létre, és van teremtő, a teremtő Isten, aki mindent létrehozott, kigondolt, és ő az emberiségnek és az embereknek is a teremtője. És Isten annyira szereti a teremtményeit, és köztük leginkább az embert, hogy szeretné magához közel hozni az emberiséget. Mert hogy hiszem azt is, hogy az emberiség már a legelején elfordult Istentől. Ahogy a Biblia írja, én ezt elhiszem, valósággal hiszem, hogy az emberiség elfordult Istentől, és ez a szerető Isten vissza szeretné vezetni önmagához az embert, az embereket. És sokszor sokféleképpen szólt Isten az emberekhez, és végül a Biblia szavai szerint is, meg az én hitem szerint is, végül önmaga öltött testet a fiúban, aki megszületett Betlehemben, egy jászolban, egy istállóban, Szűz Mária által. És gyakorlatilag ez volt az a mozzanata Istennek, amivel embert küldött az emberek közé, Isten embert küldött az emberek közé, aki onnan jött őtőle, és tudja, hogy milyen ott, és tudja, hogy hogyan lehet visszamenni. Úgyhogy a karácsony arról szól, hogy Isten egy emberen keresztül, mert emberré vált Jézus Krisztus által, egy emberen keresztül kézen fogja az embereket, hogy hazavezesse magához. Nos, ez a folyamat a megváltás, és a megváltó pedig az az Úr Jézus, akinek a születésnapját ünnepeljük karácsonykor. Ez a legnagyobb tartalma a karácsonynak, hogy Isten hazavárja az embereket. Ha megnézzük egyébként, akkor eléggé eltávolodott ettől a központi üzenettől és gondolattól a karácsonynak a mostani ünneplése, de ettől függetlenül még ez a központi tartalma a karácsonynak. A másik része a karácsonyi gondolataimnak, a szintén ezzel a földre érkezéssel kapcsolatos, hogy ahogyan Szűz Máriának a személyes sorsa belekapcsolódott a világ történelemnek a sorsába, az egész emberiség sorsába. Hogy egy embernek a sorsa hatást gyakorol az egész emberiség sorsára. És ezt tovább gördítem, és már bejövök a 21. századba, a saját korunkba, a saját városunkba, falunkba, családunkba. Azt mondom, hogy az én személyes sorsom is hatással van az emberiség sorsára. És nem csak az enyém, hanem minden embernek a sorsa, minden embernek az élete hatással van az egész világ mindenségre. Lehet, hogy nem akkora hatással vagyunk, mint Szűz Mária volt, de valamekkora hatással mindannyian vagyunk. Ez tehát azt is jelenti, hogy egyfajta felelősség van rajtunk, amit vagy tudunk, vagy nem veszünk tudomásul, de akkor is van rajtunk egy felelősség, hogy nem mindegy, hogy hogyan élünk, és nem mindegy, hogy mit mondunk ki, nem mindegy, hogy mit cselekszünk, nem mindegy, hogy az a hatás, ami mindenképpen van, de az milyen a környezetünkre nézve, és hosszú távon hogyan határozzuk meg az utánunk levő emberiséget. Mert hogy mindegyikünk valamilyen módon családban él, emberek között él, reményeink szerint vannak vagy lesznek utódaink, előbb-utóbb majd eltávozunk erről a földről, és majd valakik vissza fognak emlékezni ránk, valamilyen nyomot hagyunk az életünkkel az utánunk következőkre, befolyásoljuk hosszú távon is az utánunk következő generációknak a sorsát. És számomra a karácsony ezt is jelenti, hogy milyen az a befolyás, milyen az a hatás, amit én gyakorlok az emberiségre. Karácsonykor szeretném fölvállalni ezt a sorsomat is, és azt kívánom a kedves nézőknek, hogy így gondolkodjunk, hogy hogyan befolyásolja a mi életünk, a magánéletünk az egész emberiséget. Szóval a magánélet az nem csak magánügy, hanem ilyen értelemben közügy az emberiségnek az ügye is. Most ebben az évben volt egy nagyon különleges momentum. Az óvodába járó kis unokámmal
beszélgettünk, és az óvodában gyűjtik a cipős dobozokat is, és azon az asztalkán, amin a cipős dobozokat gyűjtik az óvodába, mellette van egy térkép, egy szíriai térkép, és föl van festve egy néhány pont, helység neve, ahová majd ezekből a cipős dobozokból a szeretett szolgálat ki fog küldeni, megajándékozni szíriai gyerekeket. És ennek kapcsán beszélgettünk a kisunokámmal, hogy hát jó lenne akkor, hogyha ő is így gondolkodna, hogy rakjon össze egy cipős dobozt, benne olyan dolgokat, amiket ő is szeretne kapni, és aztán azt becsomagoljuk, és majd elküldjük. És mindjárt ott voltunk, hogy ő mit szeretne kapni, és próbáltam terelgetni abba az irányba, hogy az jó, hogy szeretnél kapni, de mit tudnál adni, mit szeretnél adni. És maga ez a fogalom, hogy szeretne adni, ez még megfogalmazódik a szülei felé, a testvérei felé, vagy a legszűkebb szerettei felé, de már, hogy ezen a körön kívül tudjon gondolkozni, ez nem fogalmazódik meg. Számára olyan messze van Szíria, olyan messze van egy szomszéd megye, olyan messze van egy másik család, mint Makó Jeruzsálemtől, és nem egyszerű behozni a gondolkodásába a 4 évesnek, hogy merjen gondolkodni kívül a saját körén. Ennek hatására is, meg nyilván még a szülők hatására is, végül is elkészült a cipős doboz, és tegnap előtt elvittük, és boldogan tette le arra a helyre, hogy majd ez egy szíriai kisgyereknek fogja megszépíteni az életét. Így készülünk a karácsonyra, hogy ki az, akiket tudunk szeretni, akik legközelebb hozzánk tartozók. Én szeretem a szüleimet, a testvéreimet, úgyhogy nagy szervezésekben vagyunk benne. Komoly logisztika van, hogy az a pár nap, az mivel fog eltelni, de ezen keresztül is kifejeződik az, hogy a kapcsolat az érték, és ami értékes, abba bele kell fektetni. És csak akkor működik, ha befektetjük. És ilyenkor mi is elutazunk, meglátogatjuk a szüleimet, összejövünk a család különböző tagjaival, együtt töltünk időt, jókat eszünk, készítünk kézzel is saját ajándékot, vásárolunk is. Szóval önmagában az, ahogyan a családi kapcsolatainkat szeretnénk megáldani magunkkal, meg szeretnénk áldást kapni a többi családtagunkon keresztül, hát erre készülünk, ezzel időt töltünk, figyelmet fordítunk rá, pénzt költünk, és ezen keresztül fejeződik ki az, hogy értéknek tartjuk magunkat, és értéknek tartjuk egymást. Kívánok áldott karácsonyt, áldott ünneplést, békés, boldog új esztendőt a kedves nézőknek!